Elosztok. Jött egy újabb ilyen sugallat, és ezt szeretném veletek megosztani, mert ahogy beszélek sokatokkal, meg kedves visszajelzések jönnek, tud nekem is ugye pörög az agy, és az egyik nagyon fontos rész a magyarságnak, a magyar történelemnek, a magyar történetnek és a magyar elmének, az ez a nagyon fura ilyen elátkozottság. És ebben a rövid videóban szeretnék erről az elátkozottságról beszélni, hogy az minek az eredménye, és hogy lehet így vissza lebontani és eltüntetni. Gondolom, ez sokatoknak ez fontos, mivel mint egyének mi hordozzuk ugye a mi múltunkat, de eljutottunk egy olyan pontra, hogy ha nem csak az jön ki rajtunk, ami a miénk volt múlt életekben, meg az asztrásikon, hanem az is kijön rajtunk, megmutatkozik rajtunk keresztül, ami a kollektívben van. Biztos emlékeztek rá, sokszor nem tudom mi, hogy magyarul hagytam azt a videót, vagy angolul, meg nekem van egy Telegram channel, vagy a csatornánk, meg a német csatornánk, csak azért mondom, hogy azért hallotok engem meg ismételni dolgokat, mert inkább elmondom többször, mint nem mondom, vagy kihagyni, mert ezek tényleg nagyon eszenciális dolgok. Hogy én is sokszor ugye napi szinten kirándulunk, mert az kell, az a földelés kell, az a gyakorlat, tehát ilyen 8-10 kilométereket hájkolunk a hegyekben. Láttuk képeket így a Facebookon, és ez jó, mert hál' Istennek itt Arizonában azért most gyönyörű idő van, tudott süt a nap, kb. Ilyen 12-15 fok van, tehát tényleg csodálatos. És a föld maga, amit úgy jön, a land, az a föld, a természet, az tele van igazándiból a mi bánatunkkal. Tudod, a vérfürdők, ez a rengeteg sok gyász, minden, azt mi mikor kimegyünk a természetbe, akkor mi nem úgy megyünk, hogy tiszta, ürített Krisztusi elmével, hanem búsan, bánatosan, szívtörötten, és a többi. És ezt a föld, azt elnyeli, ugye majdnem, hogy elveszi tőlünk, azért érzik magunkat feltöltve. És ki fogja a lendet, a földet meggyógyítani. Okay? És ezt csinálom sokszor, hogy használom ugye, mint egy csatornát, így az én úgynevezett ez a testnek, hogy az isteni fényhez felküldeni és semlegesíteni ezeket az ősi traumákat, a vérfürdőket, meg sok bántást. És amikor a természet, ahogy gyógyul, ahogy veszem ki ezeket a dolgokat, úgy egyre zöldebb lesz. Ezt azért mondom nektek, hogy ti is, hogyha tudjátok, hogy megvan ez a képességetek, akkor tényleg a földnek, természetnek szüksége van arra, hogy segítsünk neki elengedni ezt a sok felgyűlemlett francot. Azért láttok csomó ilyen vulkán kitöréseket, meg cunámik, meg földrengések, az mind, amit nem tud az ember, az mind a belső megoldatlan elmei dolgunknak egy manifestációja. Nagyon sok mindent nem mondtak el nekünk. Több millió dolgot nem mondtak el nekünk, és ez a nagy körítés, ami volt itt most már évezredek óta, az ugye behűített minket, és ebből fogunk most kiszállni, ebből kell kiszállni. Aki nem hajlandó kiszállni, az nem tud jönni föl magasabb dimenziókba. És az első dimenzió, tehát mindenki a 3D, 4D, 5D-ről beszél, de az első dimenzió, ami maga a Föld, a Land, az szeparálva volt tőlük. Ugyanaz a Land, vagy ez a Föld, a természet, az a mi testünk. Tehát ami bennünk megoldatlan, az, ami mérgezzük a Földet. Milyen érdekes, nem? Kicsit más, kicsit durva. De azért mondom nektek, hogy nincs időnk felszíneskedni. Ezt úgy tudjátok integrálni,
hogy ezt a képet emlékeztet, mutattam ezeket a kép méretváltoztatásos technikákat, hogy valahol elképzeled, hogy van egy ilyen holografikus struktúra, az, hogy itt a természet, van egy képet a természetre, a Földről, és befogadod így a szívedbe. Így behúzod. Ez egy integrációs technika, és lehet, hogy így kicsit rázkódni fogsz, meg tudod, és az kell. Mert minden, amit mi eltoltunk, az egész világot eltoltuk. Eltoltuk Istent, eltoltuk a jót, eltoltuk a hasznosat. Tehát tudod, ez sajnos ez a traumák eredménye, hogy haragos állapotunkba elutasítottuk a világot, és akkor ez a szeparáció. És akkor kérdezik, tehát én azt akarom, hát hozd vissza. Csak ez kellene az integrációs technikák. Ja. Tehát akkor beszéljünk itt az átkokról. Jó. Én csinálok ilyen kvantum szintű ilyen távgyógyítást, meg tanítom is, nekem van egy kvantum, az nem, hogy quantum core transformation, de ilyen tű transformáció, amikor tényleg azzal el lehet jutni a krisztusi tudatossághoz egy kurzusom angolul, és természetesen, hogy mondtam, hogy szeretnék nektek is segíteni, tehát az egy kurzust meg elkészíteni nem egy kis feladat. Tehát rajta vagyunk, tudom, Mikivel is dolgozom sokat. De ebben elmondok neked egy nagyon fontos olyan belső struktúrát, ami bent van a magyarokban, és szadíz minket, és ez az átok. Hogy hogy lehet ezt kimozdítani? Ez a mi belső elménkből fakad. Ez úgy kezdődik, hogy az évek alatt, az év századok alatt, az év ezredek alatt, a reinkarnációk alatt minket ért egy csomó csalódás. Ezt nem kell vitatni, csalódás. Ez egy nagyon fontos szó. Emlékeztek, mikor mondtam egy másik videóban, hogy vannak nagyon precíz szavak, amiknek eszméletlen nagy jelentősége van, de mi szeretjük kitörölni. Mert jó, ez azért van, mert nem tudjuk, hogy mit jelent. Ez is, amikor, tudod, én villamosmérnök voltam, meg terveztem én áramköröket, és az ember ránéz, tele van mindenféle ilyen színes szarokkal, aki nem ebben a helyen van otthon, annak jelent, az egész nem jelent semmit. Jaj, de szép, a helyes, oké, gyere, akkor csináljunk mást. A csalódásnak a felgyűlemlettsége az ahhoz vezet, hogy eljutunk egy olyan pontra, hogy már nem akarjuk tovább csinálni. De ehhez kellenek az év ezredek, a rengeteg a inkarnáció, és amikor eljutunk erre a helyre, hogy már nem akarjuk többet csinálni, mert csak próbáljuk magunkat megvédeni a következő csalódástól. Nem tudjuk hogyan, mert a legtöbb nem voltunk, ezt nem tanították, hogy minden negatív érzést el kell engedni, de ahhoz vannak technikák, és minden negatív érzés alatt ott van egy hiedelemrendszer, a hiedelemrendszer alatt ott vannak a konfliktusok, a konfliktus alatt ott vannak az árnyoldalak alatt vannak a tő árnyoldalak, úgy akkor stb. Stb. És akkor ez a dominó effektus, hogy tudod, alul ott vannak ezek a megoldatlan részek, a felső rétegek pedig ilyen fedő történetek, ilyen fedő sztórik, és jelentéstelenné válnak, vagy jelentéktelenné válnak ezek a úgynevezett érzelmek, ma annyira más, sok minden más még ott van. Na, az történik, hogy jön ez a rengeteg csalódás, és elegünk van, azt mondjuk, hogy ez már nem fér bele. És utána az ego csinál egy nagyon-nagyon durva trükköt. Azt mondja, hogy hát inkább halljunk meg. Inkább halljunk meg. Ezt nem akarom tovább csinálni. Magyarokban inkább öngyilkos leszek. Hát én nem, ezt nem fogok csinálni. És a szavaknak, a kijelentéseknek, az energiáknak rettenetes nagy jelentősége van, még akkor is, ha nagyon-nagyon pici és nagyon halk. Azért kell nagyon vigyázni, vagy észrevenni, amikor hisztizünk. Amikor hisztizünk, akkor tudod, egymás fejéhez vágunk dolgokat, ami hogyha már tudjuk azt, hogy mi folyik a háttérben, akkor nagyon hasznos lehet meghasználni, hogy wow, oké, itt meg ez is van, annak ellenére, hogy csak tudod.
mondtam valami csúnyát. Tehát azt csinálja az ego, hogy ő ugye az Istennel konfliktusban van, és próbálja ezt a eternal life, vagy az örök életet valahol ilyen szinten szabotázsolni. És azt mondja, hogy hát halljunk meg. Meg akarsz halni? Meg lehet. Ez a rendelkezésedre áll, ez az opció. De ezt úgy mondja, mint egy tanácsadó. Természetesen megértem. Az ego, az ördög, az egy nagyon-nagyon trükkös valami. Megértem. Csak beszél veled, mint valami okos tanár. Ezért kell nagyon-nagyon tudni a pszichológiáját, mert amikor már ismerik, akkor látod, hogy fú, jó hangja van, jókat mond, és bedőlünk neki, mint az állat. És azt mondja, hát akkor hallj meg. Hát ez egy jó opció. De az történt a rengeteg inkarnációnk alatt, hogy pont ettől váltunk ilyenné, amilyen vagyunk, mert ahelyett, hogy kitakarítottuk volna az elmét, és elengedtük volna a csalódottságot, most bezabáltuk az egónak a félrevezető trükkjét. És elkezdtük magunkat gyilkolni, meg ölni belőle. Abban a pillanatban, amikor azt mondjuk, nagyon finomságokról van szó, mondom, ez idegsebész, ez nem hentesség. Abban a pillanatban, amikor azt mondjuk, hogy ez az élet nekem nem tetszik, de rongyos élet, tudja, az udvaros Dorottya, de rongyos élet, ez egy akkora átok, azt mondjuk, hogy ez az élet nem nekem való. Ez az élet szar. Ez úgy szar, hogy van. És azt történik, hogy egy nagyon-nagyon finom, apró lépés, egy destruktív, egy ilyen romboló folyamat beindul. És elkezdünk meghalni. Az ego ezt így nézi. Tudod, szivarra. Ah, jól csinálod. És ott ez egy dicsérlek. Jó? És aztán elkezdjük így a folyamat valamelyik részén, azt mondja, hogy hú, ez nem jó. És utána alakítunk, egy kompenzálunk erre, amit úgy hívjuk, rossz szerencse. Tehát miután elkezdünk lefelé menni, miután lemondtunk az életről, csak azért, mert van meggyógyulatlan csalódottságunk, lemondtunk az életről, egy úgynevezett árnyoldal történeteket teremtettünk, amit úgy hívnak, hogy a holtság. Azért mondom el angolul, hogy akik tudnak angolul, az ugyanúgy deadness. Tehát azt mondtuk, hogy az élet nem nekünk való, lemondtunk, ez szép lassú folyamat, és akkor elkezdtük észrevenni ezen a lefelé menő spirálban, hogy már nincs jó szerencsénk. Rossz szerencsénk van. Szerencsétlenek vagyunk. De azért, mert mikor mi eldöntöttük itt, hogy ez az élet nem nekem való, ez rossz, de rongyos élet. Mi átkoztuk magunkat. Elkezdtünk lefelé esni, mint az a repcsi, aki azt mondja, hogy oké, kikapcsolom a motort. És elkezdünk lefelé menni, és azt mondjuk, hogy hú, ez nem jó. Itt jön a rossz szerencse. Viszont azt mondjuk, hogy nem akarok rossz szerencsét, és akkor próbálom korrigálni, hogy ez a repcsi ne, tudod, fejjel lefelé, így orral lefelé, ha jöjjön, és akkor elkezdünk keményen dolgozni. Tehát a kemény munka, ez a keményen dolgozás, ez egy kompenzáció a rossz szerencsére. A rossz szerencs az egy kompenzáció arra, amikor kijelentettük, hogy inkább meghalok, mert ez az élet szar. Az egy kompenzáció a meggyógyulatlan csalódottságunkra. Tehát, ennek mi a lényege? Az, hogy aki coachok vagytok, vagy terapeuták, ha tudjátok ezt a folyamatot, akkor nagyon könnyen vissza lehet vezetni ebből. Meg kell gyógyítani ezt a kemény munkát. Erre vagyunk büszkék. Emlékeztek, mondtam mindig, hogy az ego az mindig büszke. Oh, dolgozz keményen, abból lesz a jó jövő. Dolgozz keményen magadon.
De ezt mi nem tudjuk, és akkor tudod, az ember gürizik, ebből jön a gürizés. Gürizünk, gürizünk, de a gürizés az egy rossz szerencsének, a láthatatlan, vagy már látható rossz szerencsének egy kompenzációja. És ez egy nagyon fontos nemzeti struktúra. Igaz a világ többi részére, és a magyarokra meg főleg. És amikor én ezt, ha ezt gyógyítanám, akkor ugye visszamennék, minden részét meg kell külön gyógyítani, és a kompenzációs dominó effektust integrálni. Ennek a folyamatnak az eredménye az öngyilkosság, öngyilkossági kísérlet. El akarjuk a testet tenni láb alól, mert az élet úgy szar, hogy van, és ez azért nagyon durva, mert a metaforája ennek, hogy az ego azt akarja megmutatni az Istennek, hogy mi meg tudunk halni. Mert Isten azt mondja, hogy itt ez a Szent Grál, hogy a testünk örök élet, és az ego megpróbálja, hogy ugye rajtunk keresztül azt mutatni, hogy nem, nem kell örök élet, itt meg lehet halni, itt van halál. Mert abban a pillanatban, amikor van halál, mikor mi meghalunk és az életünket vesztjük, azon nagyon sok karma jön. Van egy testünk. Tetszik vagy nem tetszik, van. És amikor ezt a testet mi bántalmazzuk, amit rengetegen csináljuk, érzelmileg szapuljuk, nem szép, tudod, bántjuk magunkat, az összes, tudod, az elengedetlen emóciók, meg minden, az, ami bennünk van, az is a test bántása, csak ez nem evidens. Amikor viszont mi bántjuk a testet fizikailag, akkor egy ilyen nagyon mélyen ördögi, sátánista programot futtatunk, hogy a következő inkarnációban az az ember az egy nyomorék testet fog kapni. Tehát mivel elutasítottuk azt az isteni testet, azt a Szent Grálát, amink volt, azt mondják, hogy oké, következő inkarnációban, ezt persze nagyon kevesen tudják, akkor tessék itt egy sérült test, egy nyomorék test. Ha ezt meg tudod szeretni, ezt el tudod látni és teljességében elfogadni, akkor beszélhetünk a következő lépésről. Addig ebben a karma hurokban fogsz csak lépkedni. Ezért nagyon fontos tudni ezeket a dolgokat, mert most már ti is tudjátok, hogy teljesen más világban élünk ma, mint régen. Akár 5 évvel ezelőtt is teljesen más világ volt. Most már meg kell oldani dolgokat. Nincs ez, hogy várok, majd tudod, beszedem a gyógyszert, és akkor elnyomom. Nem. Tudod, vagy megyünk föl, és takarítjuk az elmét, vagy szia. Jó. Ezért mondtam nektek el, hogy van ez a nagyon furcsa ilyen árnyoldal, egy ilyen dominó effektus, ilyen kompenzáció, és ez, amit mi úgy hívunk, hogy nemzeti átok, ezt ki kell kapcsolni. Majd ahogy jönnek a tréning kurzusok, majd csinálok egyre többet, mert tudod, ezeket, van benne, hogy 20 részlet, amit meg kell oldani. Jó? Bármi kérdés van, szívesen segítek. Ezt meg akartam osztani, mert most ilyen helyen járunk. Jó? Ciao, szervusztok!